Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a hírhét adását látják. Nézzük a legfontosabbakat röviden. Új közösségi terek és szolgáltatóközpont Tolcsván 200 millió forintos uniós támogatással. Véget ért az ökumenikus imahét Sárospatakon, főleg a fiatalokra koncentráltak idén a felekezetek. A mese után elkészült Sátorajaújhely regénye is. A sorsok áradása egyelőre még kézirat, megjelenéséhez támogatók kellenek. Lezárult a mikrotérségi integrált szolgáltató központ kialakítása Tolcsván. A több különböző szakfeladatnak is otthont adó épület Európai Uniós támogatásból valósult meg. A projekt zárón elhangzott, nem csak a helyiek, hanem a környező települések lakosainak is közösségi teret biztosítanak majd a mikrotérségiben. A jegyző mutatta be az új épületet az érdeklődőknek. 2010-ben kezdődött el az Európai Unió támogatásával a mikrotérségi szolgáltató központ kialakítása Tolcsván. A község több mint 200 millió forintos támogatást nyert el. Az új épület nem csak a helyieket szolgálja majd. Közösségi terei a környező községek lakosainak és civil szervezeteinek is rendelkezésére áll majd. Szintén egységesen férnek majd hozzá a lakosok a mikrotérségi szolgáltatásaihoz. Az élet teljes pályáját leírja a csecsemő védelmi szolgálattól kezdve, tehát védőnői szolgálattól kezdve, az idősek nappali ellátásáig az egész életén végigköveteti a tolcsvai polgárokat ez az épület. A pedagógiai szakszolgálattól a családvédelmi szolgálatig itt minden egy helyen található meg. A mikrotérségi központ haszna nem csak a szolgáltatásaiban mutatkozik majd meg, mondta Zemplén országgyűlési képviselője. Dr. Hörcsik Rihárd kiemelte, hogy igenis a falvakban szükség van közösségi terekre. Ez nem csak Tolcsvának, hanem a környező települések polgárainak is a hasznára fog válni. Hiszen nagyon sokszor nincs olyan közösségi ház, ahol olyan rendezvényeket lehet tartani, amik közös a település polgárai, illetve a kistérségben lévő polgárok. Tehát ez egy kiváló közösségteremtő hely lesz. A most átadott épület egyik érdekessége a nagyfokú megújuló energia felhasználása. A kivitelező szerint a rendszer lehetővé teszi, hogy nulla közeli legyen a villamos energiafogyasztás. Napelemek és napkollektorok kerültek felszerelésre. A déli oldalra 10 darab napelemet helyeztünk el, az északi oldalra pedig 5 darab napkollektort helyeztünk el. A napkollektor a fűtésre segít rá, és a használati melegvizet termeli meg, a napelemek pedig elektromos áramot termelnek. Úgy igyekeztünk összeállítani ezt a rendszert, hogy az éves energia mérlege az épületnek nullára jöjjön ki, tehát amennyit felhasznál, azt ezek a rendszerek meg is tudják termelni. Ilyen rendszer elsőként Tolcsván valósult meg a Sárospataki járás területén, köszönhetően a település nyertes pályázatának. Nem kérnek állami segítséget a bezárt Zemplén Hús Kft. Tulajdonosai. Derült ki pénteken a Vidékfejlesztési Minisztériumban megtartott egyeztetésen, amelyen részt vett Szamosvölgyi Péter polgármester és Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő is. A Kft. Képviselője szerint a tulajdonosok stratégiai döntést hoztak arról, hogy kivonulnak a húsfeldolgozásból, mint üzletágból. Emiatt nem kérnek állami segítséget, hiszen nem kívánják tovább működtetni az üzemet. A tulajdonosok a felvevő piacok gyengeségével és az ebből fakadó veszteségekkel indokolták a döntést. Eladnák vagy bérbeadnák a Zemplén Hús Kft. Tulajdonosai a Sátoraljaújhelyi üzemet. Árat azonban nem mondanak, az csak egy komoly érdeklődővel folytatott tárgyalás során határoznák meg. A Vidékfejlesztési Minisztériumban folytatott tárgyaláson szóba került, hogy az üzem bizonyos feltételek mellett önkormányzati szerepvállalással is tovább működhetne. Egyelőre azonban nincs döntés, számos szakmai egyeztetést kell még lefolytatni, amíg körvonalazódhat egy esetleges megoldás. Idén is csatlakoztak az ökumenikus imahét eseményeihez a Sárospataki Történelmi Egyházak. A keresztények egységéért keresték fel egymás templomait a hívők. Az imahét egyik legfontosabb helyi célja az aktív közösségek újjáépítése volt. Végardon kezdődött, a bazilikában ért véget az ökumenikus imahét Sárospatakon. Stábunk a református templomban rögzítette ezeket a felvételeket. A helyi történelmi egyházak már 10. éve, hogy csatlakoztak az országos ökumenikus imahéthez. Idén a Krisztus hívők egységért szóltak a lelkipásztorok.
mi emberek olyanok vagyunk, hogy szeretünk elengedni egy kicsit, ellazulni, és az fontos, hogy az ember állandóan saját magát, lelkipásztorok, a híveiket segítsék, irányítsák a Krisztussal való kapcsolatban, és hát tulajdonképpen az egység felé, az üdvösség felé. Erre mindig is szükség volt, van és lesz is. A templomba járás mostanság kevésbé kedvelt a fiatalabb korosztály körében. Idén őket is igyekeztek megszólítani. Egy valamilyen enyhe fogyás érződik a látogatottságán az ökumenizmusnak, ezeknek az ima alkalmaknak, de ez nem az emberek körében való fontosságát jelzi, hanem azt, hogy sajnálatos módon a környezetünkben kevesebben élnek, kevesebben élik meg vallásos életüket. Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, azon először csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és kizárólag az Egyesült Államok beli Greymoor-ban tartották meg. Ma már szerte a világon és Magyarország szinte minden településén ökumenikus közösségében tartanak istentiszteleteket, és imádkoznak a Krisztusban hívők egységéért az imahét idején a különböző felekezetű gyülekezetek. Újabb könyvvel gazdagodott Sátoraljaújhely. A városról regény született. Martinák Jánosné nyugalmazott középiskolai tanár Sorsok áradása című könyvében három újhelyi költő életét kísérhetjük nyomon, és közben bepillanthatunk a város történelmébe is. A regényt az Újhelyi Diákok Baráti Köre és a Városi Könyvtár közösen mutatta be a Magyar Kultúra Napján. Martinák Jánosné 30 évig tanított irodalmat és történelmet az egyik sátoraljaújhelyi középiskolában. Sárospatakon él, Újhelyt mégis kedves városaként emlegeti. Több tanulmánya, monográfiája jelent már meg a település irodalmáról. Legutóbb a Múzsák a Magashegy tövében című kötet. Új regényét az Újhelyi Diákok Baráti Köre és a Városi Könyvtár mutatta be. Az ötlet tulajdonképpen már tavaly megszületett Martinák Jánosné meghívásáról, de szerencsére annyi könyvemutatónk volt, hogy akkor döntöttük el, hogy ez nagyon nagyszerű feladat lesz a Magyar Kultúra Napjára, és ezzel szerettünk volna megemlékezni mi is, és a város lakóinak megszépíteni ezt a napját, hogy egy régi pedagógust, aki Sátoraljaújhelyben 30 évig tanított, és mindig szíve ügyeként kezelte Sátoraljaújhelyt, meghívhattuk, és a mai napon bemutathatta a legújabb könyvét. A regényben három költő, Molnár Borbála, Bajusz József és Németh Pál életét követheti nyomon az olvasó, és közben megismerheti Újhely történelmének 1760-tól 1913-ig tartó időszakát. A 200 szereplős mű valós és kitalált személyek sorsán keresztül villant föl 150 évet fényes Újhely történetéből. A szerző azt mondja, hogy az irodalom számára szent, most mégis, ahogy ő fogalmaz, belepiszkált. Nagyon nagy élmény volt megírni. Nem is hittem volna magamról sem, másfél évig írtam, de hát előtte 5 évig a forrást kutattam. De ez egy olyan nagyon szép korszaka volt az életemnek, amikor minden nap egy feladattal ébredtem, minden nap. És a fantáziámat is megmozgathattam, minden tudásom valamilyen szinten belekerült a regénybe, és még az is, amiről nem is tudtam, hogy tudom. Tehát ez így érdekes. De az alkotói örömön túl azért a igazi nagy öröm, hogy a kedves városomnak adtam megint egy emléket, és ez vezetett igazán. A Sorsok áradása című regény alcíme Újhell regénye. Az író ragaszkodott a történelmi forrásokhoz, de ha a helyzet úgy kívánta, változtatott azokon. A mű egyelőre kéziratban várakozik a mecénásokra, hogy megjelenhessen. Megalakulásának 8. évfordulóját és az elmúlt év sikereit ünnepelték a zempléni gombászok a hétvégén. Idén is sok tag és pártoló vett részt a gombászbálon, ahol a táncon és mulatozáson túl a természet és gombakedvelők felidézték az elmúlt esztendőt is. A szélsőséges, nagy szárazság ellenére sikeres volt a Hercegkúti Fesztivál. Őszi élő gomba kiállításukat viszont hosszú idő óta először nem tudták megrendezni.
A bálon elismeréseket is átadtak a legaktívabb tagoknak, és szó esett az Egyesület legnagyobb programjáról, az Országos Gomba Fesztiválról is. Összetartó közösség kovácsolódott az elmúlt 8 esztendőben a Zempléni Gombász Egyesületből. Kezdte köszöntő beszédében Kőszeginé Tóth Judit titkár az idei gombászbálon. Volt mit felfedezniük a tagoknak, hiszen tavaly is sok közös kiránduláson, túrán vettek részt. A gombák szeretete hozta össze a társaságot, amely egy jól működő, összetartó közösségé vált az elmúlt 8 évben, ahová jó tartozni, vallják a tagok. Mi a legutolsó gombaismerői tanfolyamra jelentkeztünk, akkor csatlakoztunk az Egyesülethez, és mi nagyon jól érezzük magunkat itt az Egyesületben. És legtöbb rendezvényen részt is szoktunk venni, kirándulásokra el szoktunk menni, és nagyon jól érezzük magunkat itt az Egyesületben. A bálon hagyományosan elismeréseket adtak át a legaktívabb tagoknak. A több mint 100 főt számláló közösségből minden évben kikerül egy-egy lelkes önkéntes, aki szívesen vezeti a gombaismereti túrákat, szervez kirándulásokat, segíti az országos fesztivál megrendezését. Családok, baráti közösségek tevékenykednek együtt az Egyesületben, szívesen találkoznak hétvégén, töltik együtt szabadidejüket közeli és távoli kirándulások alkalmával. És számomra ez a legnagyobb elismerés, hogy most 95-en itt ülünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. És remélem, hogy sok ilyen alkalom lesz még, cserélődve bár, jönnek újak, esetleg maradnak ki régebbiek, de mégiscsak egy Zempléni Gombász Egyesület, amelyik 2004-ben alakult, 2005. januárjában kezdtünk igazán működni, tehát 8. születésnapunkat üljük most. A tavalyi év időjárása a gombászok számára is szélsőségeket hozott. Az aszály ellenére nagy fajszámú kiállítást rendeztek a Hercegúti Fesztiválon, ahol még egy hazánkban eddig nem jegyzett gombafajt is sikerült azonosítani. Az őszi esőmentes idő miatt azonban elmaradt a hagyományos élő gomba kiállítás. És így sikerült egy 200 fölötti fajszámot produkálni, persze hozzájárult az is, hogy olyan szakértő gárda jött össze a környéken, élőkből, illetve hát a budapesti és más gombászokból is, akik olyan gombákat is meg tudtak határozni, amelyeket egyébként mi nem biztos, hogy vállaltunk volna. Tehát olyan pici és jelentéktelennek tűnő, főleg fákon telepedő gombákról van szó. A mulatozás és tánc előtt a gombászok felvágták az Egyesület születésnapi tortáját, és azt kívánták, hogy a szervezet az elmúlt évekhez hasonló sikereket éljen meg a következő esztendőben is. Szezonzáró és egyben évindító hagyományos báját tartotta meg a Sárospataki Zempléni Hubertus Vadásztársaság. A pataki vadászok büszkék az eredményeikre, hiszen a megyében a legnagyobb súlyú őszbakot is a pataki társaság egyik tagja ejtette el. Hagyományosan a kürt megfújásával és a vadászhimnusszal indult a Sárospataki Zempléni Hubertus Vadásztársaság báli estje. A rendezvényen nem csak a tagok, hanem a társegyesületek képviselői is részt vettek. A műsorban Újvári Marika, nóta énekes is közreműködött. Egyet kaptam belőle, szerelmes lettem tőle. Bár az este a szórakozásról szólt, de arra is alkalmat adott, hogy az elmúlt időszak eseményeire is visszatekintsenek. Amire kifejezetten büszkék az a díjnyertes, megyei szinten bronzérmes őszbak elejtése. Erdősültségi terület van, savanyú talaj, rossz, ahhoz gyenge minőségű növényzet, és így is volt még bronzérmes bakunk, ami 4,50, 3,70 bírálati súlya. Ez egy komoly, szép eredmény, lehetőség a őszbaknál. A bika elejtése a bálon is beszéd téma volt. A büszkeség mellett kerülő Gyula azt is elmondta, élete legnagyobb élménye és eredménye is volt a bika elejtése. Életem bikája, a igazi vadászirigység mindenkiben benne van, a vadásztársaimtól rengeteg gratulációt kaptam, örültem neki, végül is ez egy nem mindennapi esemény az Zemplénbe, itt a mi területünkön, hogy ilyen méretű és súlyú bikát valaki elejtsen.
A társaság elnöke köszöntőjében hosszan sorolta a vadászati szezon eredményeit. Értékelőjében elmondta, kifejezetten büszke volt a tervek sikeres végrehajtására. Egy kicsit dicsekedtem is majdnem, mert volt miért. Tehát ilyen gimbikát, amit nálunk lőttek most, ez nagyon ritka. Ilyen muflonkost, amit most lőtt a Krisztián kollégánk, ez is nagyon ritka. Én úgy érzem, hogy most lehet ünnepelni. A többit megbeszéljük. Utóbbi kijelentésével az elnök az áprilisi tisztújításra utalt, amelyen, ha bizalmat kap a mostani vezetőség, továbbra is az eddigihez hasonló lendülettel irányítják a társaságot. Az Országos Szólótáncfesztivál előválogatóján szerepeltek a Bokréta Művészeti Iskola felnőtt táncosai. A rangos megmérettetésen 2 szólótáncos és egy pár indult Sátoraljaújhelyből. A fiatalok fél évig készültek a rangos, 2 évente megrendezett versenyre. A Bokréta Művészeti Iskola tehetségprogramjának is része ez a verseny, ezért segítik a felnőtt táncosokat abban, hogy minél sikeresebben készüljenek a szólófesztiválra. Az elmúlt fél évben hetente többször próbáltak így a Bokréta Művészeti Iskola felnőtt táncosai. Az Országos Szólótánc Fesztiválra hónapokkal ezelőtt megkezdték a felkészülést, hiszen a januári Békés Csabai előzsűrizésre 2 kötelező és 1 szabadon választott tánccal kell jelentkezni. A Bokréta Művészeti Iskola idén is segítette felnőtt táncosait abban, hogy eljussanak a versenyre, hiszen már a felkészülés során sokat tanulnak a táncosok. 2 évente rendezik a felnőtt szóló versenyt. Az iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, és ennek a keretén belül igyekszünk már a legkisebb korosztályból is felkészíteni gyerekeket különböző gyermek, illetve ifjúsági szólóversenyekre, és hát a munkánk igazi gyümölcse az, hogyha felnőtt korukban eljutnak a felnőtt szóló versenyekre. A szólótánc versenyre önkéntes a jelentkezés. A táncosok, ha úgy érzik, szívesen megmérettetnék magukat az ország legjobbjai között, jelentkezhetnek a 2 évente megrendezett fesztiválra. A versenyzőknek 2 kötelező tánccal kellett felkészülni, még felkészítő táborokat is szerveztek a jelentkezőknek. Ha nincs egy ilyen biztos háttér, mint egy ez az iskola, mint ez a Bokréta Művészeti Iskola mögöttünk, mint szakmailag, mint támogatásban, mint akkor nem jöhetett volna létre ez az egész, és nem tudtunk volna felkészülni úgy, hogy még esetleg ilyen színvonalon se tudtunk volna táncolni ezen a versenyen. A versenyzők párban is felléptek. A zsűrit már nem csupán a tánctudást, de az előadás módját, a színpadi produkciót is értékelte. A táncosok szerint egy ilyen országos versenyen sokat lehet tanulni. A szóló táncosoknak az inaktár kilegényes volt az egyik kötelező, a Magyarország egyik legnehezebb legényes tánca. A másik az a szatmári botoló volt, az eszközös tánc, és ott hát nagyon jól kell forgatni a botot. A Bokréta Művészeti Iskola idén 15 éves. Az évfordulóra számos programot terveznek ebben a tanévben. A táncos növendékeknek farsangot, mesemondó és népdaléneklési versenyt szerveznek, és hogy a kisebbek sem maradjanak ki a megmérettetésből, részt vesznek a Garabonciás gyermekszóló táncversenyen is. És most nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Új közösségi terek és szolgáltatóközpont Tolcsván 200 millió forintos uniós támogatással. Véget ért az ökumenikus imahét Sárospatakon, főleg a fiatalokra koncentráltak idén a felekezetek. A mese után elkészült Sátoraljaújhely regénye is. A sorsok áradása egyelőre még kézirat, megjelenéséhez támogatók kellenek. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megnézhetik a www.zemplintv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplintv@zemplintv.hu e-mail címen, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!